Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szerbái nem túl jók. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Stop it.
Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Balerina.
Ferencvárosi gólokban gazdag jó estét kívánok a Fradi Media YouTube csatornája nézőinek. Jégkorong derbi következik a Tüskecsarnokban. A Ferencváros és az Újpest együttese idén harmadszor csapnak össze egymással. Ezúttal viszont nem az Erste Ligában, hanem a Magyar Kupában. A két meccses párharc tétje a Final Four-ba, a legjobb négy közé jutás, ahol már ott várja ellenfeleit a minden évben kiemelt osztrák ligás Hidrofehérvár AV19, valamint a Magyar Kupa címvédője a Budapest Jégkorong Akadémia HC. És ahogy hallhatták a beköszönőben is, ezúttal az Erste Liga TV helyett a Fradi Media saját YouTube csatornáján zajlik a közvetítés. Volt a Magyar Hokiban mértékadó Jégkorong blogon nemrég egy cikk, ami a kommentátorok munkáját, stílusát, szerepkörét írta körül, egy véleményírás, és arra lyukadt ki, hogy a semleges és vendégnézők számára is élvezhető közvetítések kellenek. Ha ennyi személyes megjegyzést megengednek, jó magam is ezen a párton állok, amit a Jégkorong blogos cikk említett, még azt is hozzátenném, hogy a Liga TV-n semleges közvetítések kellenének, de mivel ez most a Fradi Media csatornája, így bár mindent megteszünk kollégáim nevében is, mondhatom, hogy a semleges és a vendégszurkolók számára is élvezetes legyen a találkozó, azért néhány mieink szerencsére vagy sajnos egy-egy jól vagy rosszul pattanó korongnál a Liga TV-s közvetítésekkel ellentétben előre is elnézés, de elképzelhető, hogy bebe fog csúszni. Rekordszámú 16 csapat nevezett idén a Magyar Kupába. Az első körben 3-3 párharcot játszottak két akadémiai együttes és négy Andersen ligás csapat. A BJA, vagyis a Budapest Jégkorong Akadémiának a fiatalokból álló együttese a Szegeddel, a Győr a Lehellel, a Jászberényekkel és a DVTK Akadémiája a Worm Angels-el játszott. A BJA, a Győr és a DVTK jutott tovább, de legjobb vesztesként az első körből a Worm Angels is továbbment. A második körben, októberben csatlakozott a FEHA és a DVTK felnőtt csapata. A FEHA a DVTK Akadémiát, a Diósgyőriek felnőtt csapata a Győrt búcsúztatta, és a MAC ikonok pedig az Újpesti Akadémiát ejtette ki, és a BJA is tovább jutott a Worm Angels ellen. A harmadik körben csatlakozott a Ferencváros, amely kettős győzelemmel jutott túl a FEHA együttesén, és itt csatlakozott az Újpest is, amely pedig a Deacot ejtette ki. És itt a negyedik körben a Final Four-ba jutásért pedig FTC Újpest párharcot rendeznek. És a másik ágon pedig DAB BJA összecsapás lesz majd. Két meccses párharcról van szó, elkezdődött a mérkőzés. Az idén hazai szerelésnek számító tiszta feketében az FTC Telekom, és fehérmez lila nadrág fehér sportszárban pedig a vendég Újpest együttese. Ugye ez az első találkozója a két meccses párharcnak, és gólkülönbségeket összesítik két találkozó után, tehát amelyik csapat abban jobban áll majd a visszavágó után, az jut majd be a Final Four-ba. Ez ugye azt jelenti, miközben Laport lövi el, és megvan az első védése lábbal Rajna Miklósnak, aki kezdett nem meglepő módon az Újpest kapujában. Tehát fennáll az a helyzet itt a Magyar Kupában, hogy a párharcok első találkozóin akár döntetlen is lehet a vége. Ha ez így lesz, akkor nem lesz se szétlövés, se hosszabbítás. Ez csak abban az esetben fordulhat elő, hogyha a második meccs végén a két mérkőzés összesített gólkülönbsége. Tehát egyenlő, az idegenben lőtt gólok nem számítanak. Így vágott neki tehát a két együttes ennek a mai találkozónak. Egy blokk középen is jöhet már a ferencvárosi ellentámadás. Boros hozza ki a korongot a saját zónájából, és nagy lendülettel be az ellenfél harmadában. Nincs egyelőre társa, elment mindenki cserélni. Úgyhogy így könnyedén győzött is a túlerő Boros Dániellel szemben, de visszaszerzik a ferencvárosiak a korongot. Sőt, Német már bekanyarodik a kapu elé. Just húzza ki a veszélyes helyről, de visszatámad a Fradi. Még egyelőre nem sikerült kihoznia a vendégeknek a korongot a saját harmadukban, most igen. Just előre üti, és megy utána, ő is egyedül volt. Mentek cserélni a társak. Ugye, óriási menetelésben mind a két csapat erőltetett menetben, ahogy az Karácsony környékén a Jégkorongban megszokott, közben egy ferencvárosi korongszerzés az ellenfél harmadában. A Fradi ezen a héten nem kevesebb, mint 4 mérkőzést játszik 7 nap alatt, és aztán 28-án és 29-én is jégen lesz a két ünnep között.
ugye holnap a DVTK, pénteken a DAB érkezik ide a Tüskecsarnokba, szombaton pedig a BIA otthonába Káposztásmegyeren játszik rangadót a Ferencváros, az Újpest pedig szerdán a DAB ellen, pénteken a FEHA ellen lép majd jégre, tehát nekik is van három meccsük ezen a héten, és 27-én és 30-án is lesz liga meccsük, úgyhogy most jön talán az alapszakasz legnehezebb része, ahol még azért változhat majd a helyzet a tabellán. Újpesti korong szerzés után a körbelőtt korong hátra Laport támadja meg mélyen az ellenfelét, és Szabó Rácnak kellett nagy lendülettel visszafelé korcsolyázni, hogy kisegítse a társat, ez tilos lesz, valószínűleg így is van. Ami a mai találkozó kereteit illeti, a hazai oldalon Rót és Galajda hiányoznak sérülés miatt, Turkot és Tóth Gergely az Erste Ligából ide a Magyar Kupába áthúzódó eltiltást töltik a válogatott szünet előtti miskolci mérkőzésen verekedések miatt összeszedett eltiltásokat. Viszont itt van a keretben Julius Marva, itt van Seregei Máté, aki nemrég kölcsönben a FEHA együtteséhez került, de most a sérülések és a hiányzók miatt Fodor Szabolcs visszahívta a kölcsönből Seregeit. És itt van a fiatal U21-es, illetve Andersen ligás Kocsis Botond, aki már bemutatkozott korábban egy-két mérkőzés erejéig az Erste ligás keretében a Ferencvárosnak, és most megint lehetőséget kapott a Fradi negyedik sorában. Egy lövés, és Arany Gergelynek is megvan az első nagyobb védése ezen a mai mérkőzésen. Boros a koronggal a saját kapuja mögött. Újpesti oldalon ugye az egész szezonra kidőlő Coatta, a szintén hosszabb sérülést szenvedő Szabó Dániel hiányoznak, és mellettük Kis Dániel és Nádasi Márton sincsen. Van viszont Janne Lákkonen 62-es mezzel. Ő egy finn játékos, aki most mutatkozott be az Újpestben. 41 éves, és az elmúlt években nem kevesebb, mint 10 ország bajnokságában szerepelt fehér orosz bajnok. Korongszerzés megint az ellenfél harmadában, be a kapu elé, ez nagyon nagy helyzet, és aztán utána ott sikerült takarítani valahogy a vendégeknek. Kulmala veszélyeztetett, ebből még lehet lövés. Hrabá próbálta meg laposan meglepni Rajnát. Nem sikerült. Nagy nehezen, de sikerrel jár az újpesti koron kihozata, sőt, ezzel akár kapura is lehet menni, sőt, Kis Patrik el is lőtte, arany védett Mamuttal. Német Márton és Sós Dániel, miközben tilosra ütik a korongot a ferencvárosiak, a mai találkozó játékvezetői, Szabó Dávid és Kiskirály Barna a vonalbírók. Ugye említettem, hogy ez a két csapat harmadik találkozója idén, eddig az első válogatott szünetről visszatérve novemberben egy parádés 5-1-es győzelmet aratott Újpesten a Ferencváros, majd december 1-én itt a Tüskecsarnokban fergeteges hangulatú közel telt házas találkozón a hajrában lőtt Adam Brady góllal nyert 2-1-re a Fradi a Vég Balázs Vándor kupáért is vívott meccsen, most pedig Kesztila teszi előre a korongot, és már német középre Tóth Adrián robbant be. Just üti ki, de nem sikerül felszabadítani az újpestieknek. Aztán utána túljut a kéken a korong, és nagy harc érte, Tóth Adrián üti vissza, bemélyen. Rajna elüt fölötte, szerencséje van, hogy társhoz jutott a túloldalon Just előre. Lákkonen megindul még érte, az újpestiek első sorában szerepel Metsavainioval és Tialával. Ez ott összeállt egy finn sor az újpestieknél. Silfer és Nyquist az első backpár, Pokornyi Franyó, Just Bank és Sarelainen a második sora az Újpestnek, Tornyai Pecserics, Juvenik, Kovács Alex, Kis Patrik a harmadik, Balázsi Szabó Rácz, Kovács Sebestyén és Laskavi Ferenc a negyedik. Itt pedig Tóth Adrián kavargat megint az ellenfél harmadán belül, Bán vissza, ezt Farkas Simon összeszedheti még, két újpestivel kellett harcolnia érte, aztán utána győzött a túlerő. Egyelőre próbálják a ferencvárosiak mélyen letámadni a vendégeket, és már az újpesti harmadban megzavarni a koron kihozatalt, viszont kapura még egyik fél sem volt igazán veszélyes. Sorok összeállítását illetően ferencvárosi oldalon Marva, Crespi, Brady, Turbuc és Laport az első sor, Boros Kermeni, Émi Kesztila, Nyemec Kulmala a második,
Seregei Hrabál, Nagy Gergő, Tóth Adrián és Németh Attila a harmadik, Kocsis Botond, Harangi Bán, Banga és Farkas Simon pedig a negyedik sor. Szabó Rácz nagy lendülettel már benne a ferencvárosi harmadon belül. Aztán hazai korongszerzés, és már Kocsis indult meg nagy lendülettel, és lőtte be. Seregély szedheti össze a túloldalon. Laskavi ütötte ki. Sőt, ezzel pedig Szilfver indulhat meg nagy lendülettel. El is lövi takarásból, ez elkerülte a lepkés felsőt. Azt vette vele célba az újpesti játékos. Les. Laport mire bevitte, Turbuc addigra már benn volt a harmadon belül. Ahogy végigolvastuk itt a névsorokat, a kereteket, hallhatunk több olyan nevet is, akik érintettek voltak az elmúlt héten válogatottakban. A ferencvárosi oldalon egyedül a felnőtt válogatottban volt, hogy Seregély Máté, a nem túl jól sikerült klagenfurti osztrákok és olaszok elleni találkozókon kapott lehetőséget, az akkor még a Fehánál kölcsönben lévő Seregély. Újpesti részről viszont ott volt Kis Patrik és Kovács Alex a felnőtt csapatban, illetve a hazai pályán a bennmaradást az utolsó napon kiharcoló U20-asoknál pedig Franyó Laskavi, Simon Levente és Szabó Rácz Maxim is újpesti kerettag volt, ugye közülük Simon Levente nincs itt a mai mérkőzésen, de Laskavi és Franyó és Szabó Rácz, igen, Rajnának kellett egy nagyot védeni. Kulmala át a túloldalra, az nagyon nagy korong lett volna, hogyha sikerül Marvának átvennie. Csúszott az ütője alatt nem sokkal. Egyelőre tapogatózás, ugye volt szó arról, hogy elképesztő erőltetett menet vár a csapatokra. Úgyhogy most már az is fontos lesz, hogy ki hogy tudja az energiáit beosztani, de hát azért talán mondanom sem kell, hogy egy derbi az nem annak a terepe, hogy a csapatok nagyon spóroljanak az energiával, még akkor sem, hogy a két meccses párharcról van szó. Ez mindig szól a presztízsről is, ami külön pikantériát ad egy ilyen párosításnak. Gól minden esetre egyelőre nincsen, nagy helyzet sem. Talán enyhe ferencvárosi mezőny fölény. Ez viszont egy csúnyán eladott korong, és ebből veszélyeztethetnek a vendégek. Az utolsó pillanatban ért oda bánütője, és így Lakkonen nem tudott lőni. Szilfverben tartja át a túloldalra, most viszont van lövés. A kipattanó visszakerül a vendégekhez. Arany volt jó helyen, Laportnak sikerül-e megelőzni az ellenfelet? Igen, de begyűjtik újra a vendégek, és most lehet kihozni a korongot. Megindul vele középen Banga, az jó még Seregélynek. Farkas Simon. A visszafele passz jó lehetett volna hátra Bradynek, de Farkas inkább kiharcolta magának a lövőhelyzetet, elment keresztbe a korong. És ezt most hozhatják már ki a vendégek. Tiala. Ő is egyedül kellett, hogy menjen és belője a harmadba, és korcsolyázzon a saját korongja után, elmentek cserére a többiek egyenlőre. Azért mindkét csapat ügyel a biztonságra. Lehetett látni ezt a Víg Balázs Vándor kupáért vívott december 1-i Erzteliga bajnokin is. Ez egy egészen elképesztően kiváló, nem csak hangulatú, hanem színvonalú találkozó is volt. Ezért mindkét oldalon nagyon fegyelmezetten játszottak a csapatok. Az egy nagyon jó visszatett korong, és nincs bent, mutatja a játékvezető. Megvolt az első zicser a mérkőzésen, Brady, a Fradi házi pont királya az Erste Liga kanadai táblázatán harmadik helyen álló játékos, akinek a legtöbb gólja van a ligában, ő hát nagyon közel ahhoz, hogy betaláljon. Remek volt a visszatett korong a kapu mögül. Szerencséje volt most az újpestieknek. Ez a korong kipattan a vendégek padjára. A Ferencvárosnak, hogyha az Erste Ligát nézzük, akkor a legtöbb gólja van a mezőnyben, lőtt gólja 18 meccsen, 82 gólt szerzett Fodor Szabolcs együttese, úgyhogy 2-3 mérkőzéssel kevesebbet játszott még mindig, mint az ellenfelek. Ez 4,56-os meccsenkénti átlag, ez messze a legtöbb a mezőnyben. Az Újpest 20 meccsen lőtt 64 gólja, az 3,2-es átlag, ez a mezőny második felébe tartozik. Kapott gólokban viszont
A Fradinak van a legkevesebb, az Újpestnek a második legkevesebb. Támadásban van egy elképesztően komoly gépezete idén a Ferencvárosnak, védekezésben az Újpest is jeleskedik, az nagykoron Kestil az ígyszer, Rajna lábbal, és Nyemec nem tudott ismételni, ez pedig kiállítás lesz, ami most lép érvényben. Kestila léphetett ki, nagyot védett Rajna, és aztán utána Nyemec az ismétlés után próbálta visszaszerezni a korongot, és szabálytalanul csapott oda az ellenfélnek, úgyhogy az első ember előny a találkozón az újpestieké lesz. A Ferencváros lövi átlagosan a legtöbbet kapura idén a magyar mezőnyben, majdnem 44-et meccsenként, az Újpest csak 33-at, viszont hatékonyságban alig van különbség a két csapat között, ha a százalékot nézzük. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a brutál sok kapura lövésből sok gólt is szerez a Fradi. Ezt ugye az előbb említettük is. Na és akkor az első ember előny a találkozón. Ez most nagy lehetőség a vendégek előtt. Lákkonen beközépre, ott is volt egy kapuvas. Szinte kihagyhatatlan helyzetbe hozta a társát Lákkonen, de sikerült kihagyni. Ez most megköszönhetik a hazaiak. Marad a korong az Újpestnél, és most ki lehet ütni, sikerül is némi szerencsével. Végül Brady ütőjéről hagyta el a Fradi saját zónáját a korong. Lákkonen szerzi vissza, érződik rajta a rutin, és rendkívül jó fizikuma van, 41 éves kora ellenére, azt meghazudtolóan frissnek tűnik. Janne Lákkonen. Még mindig jár a korong, ez is nagy helyzet, Aranynak kellett résen lennie, közel járt hozzá Juvenik, hogy be tudja kotorni, és most Arany lenyeli a korongot. Az a Juvenik, akit a válogatott szünet előtti hét legjobb játékosának választottak az Erste Ligában, ezt a Deac ellen szerzett mesterhármasával érdemelte ki, amivel rögtön pont per meccs közelébe került a szintén szezon közben érkezett újpesti játékos. Egyébként nagyon kell figyelnie az újpestieknek arra, hogy utolsó emberként Sarelainenék ne veszítsék el a korongot, mert a Ferencvárosnak ugyan százalékokat tekintve átlagos az emberhátrányos védekezése, de ők lőtték az Erste Ligában a legtöbb emberhátrányos gólt, szám szerint 5-5. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Emberelőnyben is a lila-fehéreknek, ott viszont a kapu elé betett korong megint rengeteg veszélyt rejtett magában, végül sikerült tisztázni. Nagy a nyomás most a ferencvárosi kapun, nagyon nagy. Laporte el tudja kanalazni, és Farkas Simon ezt pedig el sem üti, hanem megindul vele arra a bizonyos ember hátrányos kontrára, de hát itt sok esélye nem volt három újpestivel szemben, végül aztán inkább elütötte előre a korongot. Így már csak 10 másodperc az ember hátrányból. Kis Patrick just még középre, egy lövés és egy blokk Németh Attilától. Ez bravúros volt, Nagy Gergő ezt pedig már meg fogja tartani, és ebben a pillanatban Nyemec visszatérhet a jégre. Rongyol is lefelé a kispad felé, hogy cseréljen és jöhessen Tóth Adrián, kiegészítve a ferencvárosi sort, amiben Nagy Gergővel és Németh Attilával szerepel együtt. Az első emberelőny a mérkőzésen tehát kimaradt. Most pedig beszorították a játékosok a korongot oda a palánk mellé, a játékvezetők pedig lefújták. Úgyhogy bulival folytatódik majd a találkozó. Nem csak az Erste Ligában vannak nagy derbik, hanem a kupában is rendszeresen összefutnak a felek. Ugye éppen tavaly is találkoztak, akkor a Fradi épp mély ponton volt. A Fodoréra, most már közel 6 éves Fodoréra legnagyobb mélypontján, és egy 2-2-es tüskecsarnokbeli döntetlen után egy 3-1-es újpesti győzelemmel a lilák jutottak tovább a Final Four-ba. Előtte Zsinórban 5 éven át ott volt a legjobb négyben a Fradi. 2020-ban ugye egy emlékezetes miskolci Final Four-on a döntőben a Hidrofehérvárral V19-et legyőzve általános szenzációt keltve megnyerte története 15. magyar kupáját a Ferencváros. Az Újpest utoljára 2018-ban döntőzött, akkor sima 4-0-ával kapott ki a DVTK-tól.
Ferencváros 15 kupa győzelme mellé az Újpestnek története során van 9. Utoljára 1990-ben nyert magyar kupát az Újpest. Franyó át a túloldalra, van lövés! Elakad a korong egy pillanatra, maga Boros sem tudta, hogy az ő korcsolyája előtt fekszik, a korong az kijön aranyról, az is egy nagy védés volt. Franyó még bent tudja tartani, azonnal vissza a kapu elé, Tiala nem tudta kapura húzni, de még mindig ott a veszély, és most arany a kapujából kivetődve rátenyerel, és Tialát kell onnan határozottan eltessékelni. Hoppá, hoppá, akkora lendülettel érkezett a vonalbíró szétválasztani a feleket, hogy fenékre csücsült, általános derültséget kiváltva ezzel az éppen ott álló hazai törzszurkoló táborból. Na, rendezik a sorokat mind a két oldalt. És jöhet a buli a ferencvárosi kapu előtt. Arany tessékeli ki ezt is. Pecserics volt az, aki betette oda. Itt pedig már Tornyai veszíti el a saját kapuja előterében, ez így nagyon veszélyes lehet Turbuc Brédinek. Próbálta meg lekészíteni, de kapcsoltak a vendégek védői. És a kontrával már Benk, az újpestiek kapitánya. Crespi jóval előnyösebb helyzetben. Meg is oldja Jay Crespi, aki amellett, hogy a liga legeredményesebb hátvédje, van már 21 pontja. Amellett a védő munkáját is makulátlanul látja el, és már a túloldalon a ferencvárosiak, de megszerezték a korongot a vendégek. Silver nagy lendülettel, Justak készíti le, Just át a túloldalra, a visszakorcsolyázó Turbuc tudott beleszúrni, és így oda lett az újpesti helyzet. Silver be a kapu elé, Arany ezt is kitolja oldalra, marad a korong a vendégeknél. Remek ütemben szúrt közben Laport, és így nem juthatott el a korong Silverhez, akinek utána kellett visszafelé korcsolyáznia érte. Némi ferencvárosi mezőnyfölénnyel indult az első harmad, aztán most itt a vendég emberelőny óta talán az újpestiek veszélyeztetik nagyobb lendülettel a Fradi kapuját, de mind Rajna Miklós, mind Arany Gergely remekül állja a sarat. Így volt ez december 1-én is, a két kapus elképesztő számokat produkált azon a mérkőzésen. Egyébként Arany Gergely az első, Rajna Miklós a második, nagyon kicsi lemaradással a Erste Liga kapus rangsorában. Úgyhogy tulajdonképpen el is várható tőlük a remek szereplés. Egy ütközés az újpesti kapu mögött, nem volt benne semmi szabálytalanság. Németh Attila kapott egyet Franyótól. Itt pedig már Kermeni Émi kínálja meg a palánknál Kovács Sebestyént, ez pedig egy ferencvárosi kontra, Tóth Adrián. Boros kapta, de lőni nem tudott egyből, a nyakában volt egy vendégjátékos. A küzdelem ezen a találkozón is óriási, minden egyes korongért megkarcolnak a felek. Nagy helyzetek is megvoltak, kapuvasak is ott voltak, közel járt mindkét csapat a gólhoz, gól továbbra sincs. Akkor, amikor már csak 3 perc van hátra az első harmadból, Banga cselezte magát egészen a kapuig, de döntő pillanatban aztán utána oda tudtak, közbe tudtak lépni a vendégek. Elesik az újpesti játékos, és így volt lehetősége a ferencvárosiaknak megtartani a korongot. Crespi, Banga, Crespinek a palánk segítségével, Crespi óriási harcban Balázsival, kihozzák a ferencvárosiak, Farkas teli belőtte vele Tialát, aztán utána még éppen szabályos kereteken belül állította meg az újpestiek fintámadóját. A backcheckelő Farkas, nyílt az újpesti kispad ajtaja, a korong pedig kiperdült oda, úgyhogy fújtak a játékvezetők, nem volt mivel folytatni a mérkőzést. Úgyhogy buli lesz a semleges harmadból. Említettem, hogy a másik ágon a BJA, Budapesti Jégkorong Akadémia fiatalok
csapata Viva Dunaújvárossal itt a negyedik fordulóban a Final Four-ba jutásért. Ott január 16-17-én lesznek, két napon belül lejátszák a két oda- és visszavágót. Szintén január közepén lesz ennek a párharcnak is a visszavágója. Az Erste Ligában az újpestiek rég nem látott módon kezdték a bajnokságot. Zsinórban 8 győzelemmel sokáig vezették a tabellát, utána viszont jött egy hullámvölgy novemberben, és a második válogatott szünet előtt december 10-én most ugye nyertek a Deac ellen, de előtte még az utolsó DAB-tól is ki tudtak kapni. Jelenleg harmadikak a tabellán, de elképesztően sűrű a tabella. Mindössze 3 pont választja el őket a 6. Brassótól. A Fradinak az élen úgy van 41 pontja, úgy vezet 4 ponttal a második BO előtt, hogy két meccsen még mindig kevesebbet játszott, aranynak kellett megint védenie. Úgyhogy annak ellenére is bőven van a Ferencvárosnak az előnyéből, hogy a válogatott szünet előtt hosszabbításban kikapott a BO otthonában, rangadón, és aztán utána becsúszott egy sérülésektől, hiányzóktól tűzdelt kerettel egy 5-1-es vereség Miskolcon, és egy elképesztő erőltetett menet végén most volt lehetősége pihenni mind a két csapatnak a válogatott szünet alatt, még akkor is, amint említettem, azért volt jó néhány játékos, akiknek ez nem pihenés volt, hanem az újpesti fiatalok például, az a 3, aki most ott van a keretben és érintett volt ebben, igen komoly divíziós, korosztályos VB-t meccseket játszottak, vagy Seregély Máté a felnőttben. Elhozzák az újpestiek a korongot, és még mindig az övéké a Fradi harmadán belül lesz a helyzet. Helyzet lett volna nem kicsi, hogyha eljut a korong Kovács Iga, aki most viszont elvesztette, és aztán utána visszaszerezte a saját magától elvesztett korongot. Juvenik ezt olvasta arany, nem volt takarás előtte, és nem is volt túlságosan helyezve a lövés. Könnyedén kitornázta Mamuttal, Juvenik elesik, aztán utána Hrabállal szemben dobja le a kesztyűt, és ott is a bunyó Hrabál és Juvenik. A rossz embert választott magának Juvenik, még fölpattan a jégről. De hát ezt pontozással nyugodtan odaadhatjuk József Rabának, még akkor is, hogyha mind a két játékos végül talpon maradt. Krabál már le is csüccsent a büntetőpadra. Juvenik a kispad felé indult, de aztán utána már a nyomában egyből a vonalbíró. Nem addig a sporttárs, ön is tudja, hogy egy ilyen verekedésért, még ha még oly fair fight is volt, azért jár a büntetés. Juvenik lőtt, aztán utána próbált menni a korong után, taszítottak rajta egyet, fölpattant, és József Rabál volt az első, akihez oda tudott menni, elég tételt venni, aztán már repültek is a kesztyűk. Beleállt az egy fejjel magasabb ellen az újpesti játékos, de sok esélye nem volt arra, hogy győztesen kerüljön ki ebből a párharcból. 5-5 perc tehát a két játékos büntetése, ahogy az ilyenkor szokásos a fair fightnál verekedésért. Ez azt jelenti, hogy a második harmad elejéből azért jó néhány ideig ezzel a két játékossal nem találkozunk, majd ők majd a büntetőpadon kezdik a második harmadot. Lesz-e még lövés itt? Az a kérdés. Van! Aranyról kipattan! És nem tudnak még egyszer beleérni az újpestiek, ez pedig azt jelenti, hogy nem születik gól az első harmadban. Na ott lesz-e még? Nem lett végül egy kis bunyót Tóth Adrián és az egyik újpesti játékos Lakkonen keveredtek nézeteltérésbe. Lakkonen aztán utána kiintette a hazai szurkolóknak is. Ezt mindenki tegye el magának, hogy mennyire volt sportszerű. Parázs jelenetekkel ért véget tehát az első harmad.
derbihez méltó küzdelem van, gól egyelőre nincs, innen folytatjuk az első szünet után, bő negyed óra múlva. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervei nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
unlikely. I do it like I'm at my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Like I'm at my Nikes, don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. Thank you.
Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Narevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Mondjuk a szervei nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Narevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Mondjuk a szervei nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
nicely. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Másodpercek vannak hátra az első szünetből. Hamarosan folytatódik tehát a Ferencváros és az Újpest férfi jégkorong Magyar Kupa összecsapása. Ugye a Magyar Kupa negyedik fordulójáról van szó. A tét a Final Four-ba jutás. Egy harmadnyi játék után 0-0 a találkozó állása. Helyzetek voltak bőven mind a két oldalon. A 21 vendég és 10 hazai kapura lövést regisztráltak a zsűriben az első harmadban. Ferencváros kezdte valamivel aktívabban, mély letámadásokkal. A találkozót itt pedig Rajnának kell egyből védenie a második harmad elején, aztán utána talán a harmad második felére az újpestiek egy picit átvették az irányítást. Volt Nyemecnek egy kiállítása a 12. perc legelején. Azt nagyon megnyomták az újpestiek, ott született szerintem egy jelentős része mennyisége a kapura lövéseiknek, és aztán utána viszont azt követően a harmad második felében talán egy picit fölényben maradtak a vendégek. Volt mind a két oldalon óriási helyzet is, kapuvasat is érintette a korong mind a két kapunál, és volt bőven bravúrja az Erste Liga két legjobb kapusának, az újpesti Rajna Miklósnak és a ferencvárosi Arany Gergelynek is. Innen folytatjuk tehát. Ugye kiindul a büntetőpadon az egyik oldalon. Hrabál a másik oldalon, Juvenik, nekik volt egy fair fightjuk az első harmad utolsó percében. Megkapták az 5-5 perces büntetésüket érte, közben tilosra ütik az újpestiek a korongot, úgyhogy megy vissza a játék az ő harmadukba. Ahogy említettük, már két meccses párharcról van szó, és a végén az összesített gólkülönbség dönt, idegenbeli gólok nem számítanak. Akár döntetlen is lehet ez a mai mérkőzés. Ad abszurdum, bár jégkorongban szerintem alig látott ilyet a világ, de talán még akár elő is fordulhatott. Sőt, azért biztosan volt már rá példa, szóval akár 0-0 is lehet. Erre azért elég kicsi az esély. Ismerve a sportág karakterét. Saarelainen visszakanyarodik, aztán utána beüti az alapvonalon túlra. Mind a két újpestit takarította a korong elő Kestile és Marva. Úgyhogy így nem férhettek hozzá a vendégek, de visszaszerezték aztán. Just tovább, elesett a társ. Így Marva kijátszhatta. Kis Patrik volt az, aki elcsúszott korong átvétel közben. Nagy Gergő palánk segítségével Németh Attilának. Németh le az alapvonal mögé. Németh, ő a tavalyi szezont Újpesten töltötte, és ez már a harmadik időszaka a Ferencvárosnál. És elképesztően ponterős játékot mutatott az elmúlt időszakban. Többen is említették róla, hogy mintha másodvirágzását élné a mostani Fradiban Németh Attila. Nagy Gergőnek kell nagyon intenzíven korcsolyáznia érte, de aztán utána visszavett belőle, mert egyértelmű volt, hogy tilos lesz, az is lett. Még mindig a büntetőpadon Kramal és Juvenik. Ugye ők akkor kapták a kiállítást, amikor 42 másodperc volt hátra az első
harmadból. Ez azt jelenti, hogy ennyit ültek le. Úgyhogy 15-18-nál jöhetnek majd vissza. Aranynak is kellett egy nagyon nagy védés. Egyelőre állják a sarat a kapusok mind a két oldalon. Megszerzik a korongot a hazaiak, de bent tudják tartani az újpestiek. Nyquist vissza, le a kapu mögé, az még veszélyes lehet. Lesz a lövés, Silver volt előtte blokk, aztán utána végül a saját társát találta telibe. A kapu előtt ólálkodó Tialát. Ferencvárosi korong szerzés után, na kié lesz végül a Fradié Turbucitibe. Rajna állítja meg az alapvonal mögött, és teszi ki oldalra. Aztán utána neki kell összeszednie. Az előbb említett Tiala egyébként az újpestiek egyetlen játékosa, aki befér a top 10-be. Az Erste Liga kanadai táblázatán 22 pontnál jár. A Ferencvárosnál 4 ilyen játékos is van, pontosabban nem akik beférnek a top 10-be, hanem akik pont per meccs felett járnak. A kanadai top 10-be a Fraditól is csak Adam Brady fér be. Ő viszont a harmadik és a legtöbb gólja van. Farkas kapta vissza a korongot, aztán egy lövés kintről Rajnáról kipattant, Just begyűjtötte, megint visszatámadnak a ferencvárosiak. És meg is van a korongszerzés, sőt Farkas Simon! Remek mozdulattal hozta tiszta lövő helyzetbe magát, aztán utána kimaradt a nagy lehetőség. Farkas Simon a Ferencváros leghűségesebb játékosa. Zsinórban a 9. szezonja ez zöld-fehérben. És a csapat egyetlen olyan tagja, aki a Greg Lindquist Fodor Szabolcs edzőváltás után is tartósan maradni tudott. Rendkívül harcos, szorgalmas játékos. Nagy Gergő állítja meg a korongot még az újpesti harmadon belül. Aztán utána Csel közben elveszíti, kiütik a vendégek. Második harmadban egyelőre, mintha ugyanazt látnák, mint az elsőnek az elején, hogy talán a hazaiak játszanak enyhe mezőny fölényben, de ez óriási helyzetekben és gólokban továbbra sem fizetődik ki. Na most nagy lendülettel Kocsis! Az oldalhálót találta el, rezgett a háló, már felhördült a hazai közönség. Milyen villámgyors lendülettel indult ott meg Kocsis Botond. Ferencvárosi utánpótlásból feljátszó fiatal. Megint ő a koronggal. Egyedül viszi be, Tiala megállítja, Brady vissza, Marva. Nem tud lőni, odaért elé Tiala. Jól védekezett, itt pedig telibe lőtték a ferencvárosiak az ellenfelet! Brady viszont bevágja! Vezet a Ferencváros! A második harmad 6. percének a végén a Fradi házi pont királya megszerzi a vezetést a zöld-fehéreknek. Ő volt az, aki góljával eldöntötte a december 1-i derbit. Kicsit több, mint 2 perccel a vége előtt, és most ő nyitja meg a gólok sorát a Magyar Kupa párharc első összecsapásán. És mindig nagyon fontos, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen, egy ilyen kiki mérkőzésen melyik csapat tudja megszerezni a vezetést.
aranynak kell már védenie a túloldalon, de megoldja. Egy kipattanó után Brady a harmad közepéről nagyon nagy gólt vágott Rajna hálójába. Előny a Ferencvárosnál. De azért mondanom sem kell, hogyha mondjuk el tud menni egy egygólos vereséggel innen az Újpest, akkor azért még rengeteg-rengeteg izgalom marad majd a januári újpesti visszavágóra. Fodor Szabolcsot meginterjú volt a élőben az első szünet elején itt a Tüskecsarnokban. A Fradi hazai mérkőzéseinek a hangulat felelőse Lédere Rákos, és Fodor Szabolcs elmondta, hogy természetesen egy derbin egymásnak esnek a felek, de azért itt az edzőknek taktikailag 120 percben kell gondolkodniuk. Úgyhogy két meccses párharcban meg pláne semmi nem dőlt el, de ezen a mérkőzésen sem. Ahhoz még kellenek ferencvárosi gólok, hogy ez így legyen. Kulmalát passzírozza oda Pokorni a palánkhoz, Nyemec megy segíteni. Kesztile vissza a kékre, egyelőre nincs lövés. Marva sem lövi el, hanem a palánkról visszapattanóval próbálta a társakat helyzetbe hozni, és ráfújnak egy kiállítást a játékvezetők Pokornyira. Itt az első ferencvárosi emberelőny, ugye az első harmadban kimaradt egy újpesti for, akkor Nyemec volt a kiállított játékos, ugye letelt közben a Fair Fight-ért kiszabott páros, Krabál is és Juvenik is visszatérhettek, és most Pokornyi kiállítása után az első ferencvárosi emberelőny következik. A kérdés, hogy mit hoz ki ebből a Fradi, amelyik az Erste Ligát nézve a mezőny legjobb emberelőnyöző csapata. Messze kiemelkedik a mezőnyből, 36,7%-kal használja ki az emberelőnyöket, és most is közel járt hozzá, hogy kihasználja rögtön néhány másodperc alatt a meccsen az első emberelőnyét a Ferencváros, de végül nem született gól. Érdekes egyébként, hogy az újpestieknek pedig a legjobb, több mint 92%-os statisztikailag az emberhátrányos védekezése. Egy remek blokk Szabó Ráctól Marva Korongjánál. Úgyhogy a mezőny legjobban emberelőnyöző csapata próbál most kihasználni egy forta mezőny legjobb emberhátrányos védekezési mutatójával rendelkező Újpest ellen. Egy perc 22 másodperc van még hátra Pokornyi kiállításából. Elhozzák a vendégek. Tiala előre vágja, nem is mennek érte az újpestiek. De telik az idő, lecsorgott ezzel is néhány másodperc Pokornyi kiállításából. Aki ugye finoman szólva sem a kedvence a ferencvárosi közönségnek. Ő volt az tavaly decemberben, akinek az ütközése nyomán Sarcsa Antonino, a Fradi védője, olyan sérülést szenvedett, ami miatt aztán be is kellett fejeznie a pályafutását. Brady le az alapvonal mögé. Laporte. Nincs lövés. Kesztile. Fél perc még az emberelőnyből, ezt most kiüthetik a vendégek, sőt nem is ütik ki, hanem Tiala elmegy kontrára. Időben kapcsolt Hrabál és visszazárt elé, úgyhogy ebből nem lett kapura veszélyes akció. Le fog telni viszont a kiállítás. Brady meg kell indulnia nagy lendülettel az ellenfél kapuja felé. Ilyen már csak 5 másodperc Pokornyi kiállításából. Nagy Gergő, Pokornyi visszatér a jégre, úgyhogy ha ebből gól lesz, az már nem lesz ember előnyös, a statisztika szerint legalábbis. Nem lett belőle gól, Rajna védett, ott a kicsorgó, és mellé megy, ha centikkel is az ismétlés. És akkor most talán felszabadul az újpesti harmad.
Kocsis megint nagy lendülettel megpróbálja megkerülni tornyait. Kicsúszott egy pillanatra a korong, úgyhogy les lett volna, hogyha visszaszerzi és tovább megy. Crespi, ő is óriási lendülettel, két embert megvert már. Crespi vissza a kapu elé, fölperdő nincs benn. Jay Crespi megint megcsinálta a helyzetet. A villán léptű amerikai Fradi védő. Bán hátra. Egy lövés távolról. Rajna lepkése mellett elment, de a kapu mellett is. Ott van még Bán vissza. Lesz a lövés, van! Fölperdül. Fenn a játékvezető keze, úgyhogy kiállítás lesz. Arany most le is megy a jégről. Késleltetett emberelőnyben a Ferencváros. 6-5 ellen üres kapuval, de ugye amint az újpestiek korongot szereznek, érvénybe lép a kiállítás. Crespi, de szereznek-e korongot? Vagy pedig mondjuk lő egy gólt a Fradi. Marva, Brady türelmesen járatják azért a korongot. Brady! Rajna Bárdal. Nincs meg a korong a vendégeknek. Marva. Lesz-e lövés? Egyelőre nem. Át a túloldalra. Kicsorog a korong a harmadból, ki kell jönnie a ferencvárosiaknak, de még mindig náluk. El fog zsibbadni a játékvezető keze. De annyi ideje van már a levegőben. Brady. Óvatosan ezekkel a hátratett korongokkal. Ugye, hogyha ilyenkor belövi a saját kapujába egy csapat a korongot, akkor az érvényes. Brady. Na, két embert megkerül. Nyemec kérte volna, nem kapta. Még mindig Brady. Hrabál át a túloldalra. Brady. Van lövés és van gól! Adam Brady önmaga és csapata második gólját szerzi. És akkor letelti a játékvezető a kezét végre. Nem fog elzsibbadni. 2-0 a Ferencváros javára. Adam Brady. Aki most már nem csak házi pont király, meg házi gól király és liga gól király, hanem Újpest specialista is. Megmondom őszintén, nem nagyon emlékszem, hogy mikor láttam utoljára ilyen hosszú késleltetett emberelőnyt, de megérte a korongjáratás. Gól lett a vége. És akkor egyenlőre. Az Erste Liga legjobb ember előnyös egysége nyerte a csatát a legjobb ember hátrányos egysége ellen. Ezúttal, még akkor is, hogyha nem a hagyományos 5-4-es, hanem a 6-5-ös felállásban. Kulmala már 5-5 ellen. Jól védekeztek vele szemben, nem tudott elmenni Silfver mellett. Kihozzák a korongot a vendégek, de nem sokáig nem jutnak messzire. Laskavi próbálta még ott elkotorni a ferencvárosiak elől. Hrabál, nincsenek előtte, úgyhogy bemegy, el is lövi Rajna. Ha nem zárnak elé, akkor megindul József Hrabál. Hét perc, 23 másodperc van még hátra a második harmadból. 2-0-ra vezet a mérkőzésen és a két meccses kupa párharcban is a Ferencváros. Kermeni Émi lövését blokkolt a Tiala. Kocsis már vissza a kapu elé, az sem volt veszélytelen. Nem találta el jól Nagy Gergő. Német Attila. Kocsis most Némettel és Nagy Gergővel van bent. Ugye ő a plusz támadó a negyedik sorban. Három back pár. Ott van még Harangi és Kocsis. Plusz védőnek és plusz támadónak. A korong pedig még ott van a ferencvárosiak előtt. Na most sikerül megszereznie és kihoznia a vendégeknek.
némi nehézségek árán. Balázsi megpróbálta túloldalon érkező elé tenni, ezt olvasták a hazaiak. Német látta, hogy elmennek cserére a társak, úgyhogy végül belőtte a harmadon belőre. Sikerült visszaszerezni. Banga, ez így veszélyes! Ott azon a nagyon pici résen, ami van, a kapus válla és a rövid oldali vas között, oda próbálta meg fel lőni Banga. Nem járt sikerrel. Egy mérkőzés zajlik egyébként az Erste Ligában is, miénkkel egy időben. Székely rangadó, amin a harmadik harmad hajrájában 2-1-re vezet Gyergyó Szent Miklóson a GHK a Csíkszereda ellen. Ahogy említettem, a Magyar Kupa másik negyedik fordulós mérkőzését pedig majd január közepén játsszák le annak a párharcnak mind a két felét, a Béja és a Dab. Ugye adott esetben akár az is előfordulhat, hogy a Béja akadémiai csapata ugyanúgy ott lesz a legjobb négy között, mint a Erste Ligás nagy csapata, Béja HC, akik már ott vannak címvédőként. A Magyar Kupa kiírása szerint ugye ilyenkor el kell döntenie egy klubnak, amikor több csapatot indítanak, hogy melyikbe nevezik be, és utána azt a sorozatot ott kell végigjátszaniuk. Tehát például az Újpestbe sem játszhat fel olyan játékos, aki az UTE akadémia színeiben már játszott a Magyar Kupában idén. És így módon, ha például majd a bejutna a Final Four-ba a BEA, és mondjuk sérülések hátráltatnák a nagy csapatot, miközben Rajna véd egy óriásit, Laport még a koronggal. Rajna kiperdült a lepkéséből, most kiütik az újpestiek, ez viszont így tilos lesz. Szóval annyiból nehéz dolga van a kupában azoknak a csapatoknak, amelyiknek indul második vagy akadémiai csapata is, hogy sérülések, hiányzók esetén onnan ebben a sorozatban nem tölthetik fel a kereteiket. Nem tudják kihozni az újpestiek a saját harmadukból a korongot. Föl a kékre, az most elpattant Hrabel ütőjéről, és így lehet egy veszélyes újpesti kontra. Kovács Alex szépít az Újpest. Kihasználnak a lilafehérek egy nagy ferencvárosi hibát. Kicsit vaktába ment a kékre visszatett passz Hrabelnak. Nem is tudta lekezelni József Hrabel. És az ő ütőjéről, korcsolyájáról leperdülő koronggal ő volt ugye az utolsó embere a mieinknek. Elindult egy újpesti kontra. 2-1-ben. Amit aztán Kovács Alex fejezett be szépen góllal. Arany Gergely sem hibátlan már tehát ezen a mérkőzésen. Szépít az Újpest. A párharc eddig is nyílt volt még, 2-0 után is, most a mérkőzésen belül is nyitott át ezt mindent ismét az UTE. Na mi lesz erre a Fradi válasza? Kulmele. A passz oldalra, utána a lövés, ami elkerüli a kaput. Korongszerzés a semleges harmadban, Kulmele. Két újpesti között próbált elmenni, Nyemec aztán nem tud lőni. Vissza Marvának, Marva fonákkal le az alapvonal mögé, Kestila óriási küzdelemben Franyóval, oda megy Just is segíteni, oda megy Nyemec is segíteni, Pokornyi pedig kihozza a korongot. Jöhet az újpesti ellentámadás. Sarelainen, Lakkonen, vissza a kékre, Franyó beemeli a kapu elé, ott nem volt társ. Ő is azzal próbálkozott, amivel sok védő, hogy rá
vágja a kapu mögött a palánkra, aztán azonnan visszapattanó korong. Hát ha kapu előtt ólálkodó társhoz kerül. Német, nem volt Les. Kocsis nem tudta átvenni, így oda a helyzet. Megharcol a korongért, Kocsis botond, győz a túlerő. Elválasztják a vendégek a korongtól. Nem tudják kihozni viszont az újpestiek a saját harmadukból. Kocsis vissza a kapu elé! Jól védekeztek az újpestiek. Nagy Gergő hátra, ez megint átjut Hrabalon. Ezúttal viszont nem volt belőle vendég kontra. Seregély. Farkas, Bán. Bán, jó lövés volt. Rajna résen volt. Ezért ezeket ő meg szokta fogni. Nem volt takarás előtte. Tisztán látott mindent, kicsit oldalról kapta a lövést. Hoppá, Bán! Egy szép szóló, ott a harmadik ferencvárosi gól! Bán Károly egyéni villanásával 3-1 a Fradi javára. Az előbb kérdeztem, hogy mi lesz erre a Ferencváros válasza, hát egy gól. Kényelmeskedtek az újpesti védők, hátul nem számítottak arra, hogy Bán oda fog robbanni, és ilyen lendülettel elmegy a koronggal, és utána gyönyörűen oldotta meg. Egy a semmiben Rajnával szemben Bán Károly. Nem az első villámgyors kiugrása egy-egy ferencvárosinak, de ez most góllal fejeződött be. Bravo Bán! Laport Borosnak vissza a kékre. Boros vissza, az nem jó Turbucnak. Megint majdnem eladták az újpestiek, ezúttal Franyó volt az, aki nagyon rossz helyre tette. Bank be középre, elválasztják a vendégeket a korongtól. Nincs kiállítás. 4-2-ben mehet a Ferencváros, ez is helyzet mellé. Laport végül nem tudott passzolni, előtte, ezt pedig így olvasták. Arany szúrja ki oldalra a korongot. Ami a korongfogó hálót érinti, úgyhogy így jön majd egy buli a ferencvárosi harmadból. Nyemet, Kulmel a középen, viszont nem ő kapja, hanem Kestil a lövésre. Nagyon komoly lövés volt, és egy nagy védés Rajnától. Crespi, még mindig ő. Vissza középre Kestilának, ez pedig mellé ment. Visszaszerzi a Fradi a korongot. Eddig Laskavi viszont csak be tudja ütni a harmadba. Újra a hazai, aki a játékszer, Marva kiemeli hosszan, Kocsis, Kulmala, jól zártak vissza a vendégek. Marvának most hátrafele kellett indulnia, mert benn volt még a harmadban két társ is, Lesen. Kocsis majdnem elveszíti, Tiala ugrásra készen, hogy lecsapjon a hibára, nem volt hiba. 10 másodperc még a második játék részből. Ebből már nem lesz lövés egyik oldalon sem. Ebben a pillanatban szólal meg a Duda. Továbbra is parás derbihez méltó csata. A második játékrészre viszont megjöttek a gólok is. Adam Brady duplája után egy korongszerzéses kontrát
góllal befejezve szépítettek az újpestiek, aztán utána viszont Pán szólójával visszaállt a két gólos ferencvárosi különbség. Innen folytatjuk a második szünet után. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Narevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
likely. I do it like I'm at my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervei nem túl jók. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Like I'm at my Nikes, don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Quitting was never an option.
Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervei nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Balerina, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervei nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Balerina, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
nightly. I do it like I'm at my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Kevesebb mint fél perc van hátra a második szünetből, az FTC Telekom és az Újpest Magyar Kupa összecsapásán. 3-1-es ferencvárosi vezetésről folytatódik majd a találkozó a harmadik, és ugye ezúttal biztos, hogy záró harmaddal, hiszen ahogy beszéltünk róla, két meccses Magyar Kupa párharcról van szó, így az első mérkőzés végén. Jégkorongban szokatlan módon akár döntetlen is lehet. Az első harmadban ugye 0-0 volt, de a második játékrészre megjöttek a gólok is. Adam Brady duplázott egyet. Utána Kovács Alex szépített egy ferencvárosi hibát követő újpesti kontratámadást befejezve, arra viszont Bán válaszolt egy remek szólóval. Így alakult ki a 3-1-es részeredmény. Két gólos tehát a ferencvárosi vezetés. De még egyszer hangsúlyozom, hogy itt ugye 120 percben kell gondolkodnia a feleknek, úgyhogy azért itt még, ha ekkora marad a különbség, akkor is azért még bőven maradnak izgalmak majd a januári újpesti visszavágóra. Egy újpesti emberelőny volt a mérkőzésen. Ezt nem sikerült kihasználniuk. Viszont aztán utána egy ferencvárosi gól késleltetett emberelőnyből született. Ez ugye a jegyzőkönyvben egyenlő létszámosként került be. 6-5 ellen lőtte Adam Brady a másodikat. Úgyhogy egyenlőre emberelőny kihasználásban is előrébb jár a Ferencváros, és egyébként ugye említettem, hogy az első harmadban több volt az újpesti kapura lövés, ott a játékrész második fele azért inkább a vendégeké volt. Hozzájárult ez az óriási nyomás is, amit az emberelőny alatt tudtak tenni a Fradi kapujára. Lákkonen korongja közben előre. Sikerült felszabadítani. Most a második harmad az nem csak les közben, gólok terén, de minden szempontból a Fradié volt. 17-5 volt a kapura lövési mutató a második harmadban a Fradiavára. Az igen, komoly helyzet kihasználás mutat, hogy abból az ötből egy gólt is tudott szerezni az Újpest. A sok lehetősége nem volt valóban a lilafehéreknek a második játék részben. Az a kérdés, hogy lesz-e még elég lendület Markus Jurikkal a együttesében ahhoz, hogy valahogy megpróbáljanak visszajönni itt a harmadik harmadra. Ahhoz viszonylag gyorsan kellene egy gólt lőniük. Itt viszont Kraszpi lőhet Rajna kapujára, helyette bele a blokkba. Német.
igen harsány kiáltásokkal és kézmozdulattal jelzi a vonalbíró, hogy nem sikerült Németh Attinak bent tartania a korongot a harmadon belül. Les lett volna, ha bárki hozzáér, ezzel viszont Crespi megindulhat. Tudjuk, hogy villámléptű. Farkasnak a korong, Rajna véd. És a kipattanó után még ott a lehetőség, na kié lesz, Rajna alatt tűnik el a korong. Ami után megállítják a játékvezetők a játékot. Megint Crespi tört be óriási lendülettel az újpesti harmadba. Pokornyi a buli után, és aztán utána Farkas Simon lövése, és az abból kipattanó veszélyeztetett. Itt pedig Kis Patrik a túloldalon nem tud Hrabáleszén túljárni. Franyó át a túloldalra, ott egymás zavart a két újpesti, végül Pokornyi, másik 97-essel Hrabállal szemben. Vissza Franyónak, be a kapu elé! Nem csorgott át Aranyon, ott egy kicsit flipperezett a korong a korcsolyák és ütők sűrűjében. Franyó letámadták, ketten is elveszíti, Bán ezt nem érhette el, úgy lett volna igazán nagy helyzet. Bán kap egyet a palánknál, Kovács Alex-től nincs kiállítás. Franyó. Ahogy említettük, ő az egyik U20-as VB szereplője az újpestieknek. Emlékezetes volt ez az utolsó mérkőzés itt a Tüskecsarnokban a múlt héten a franciák ellen, amivel kiharcolták a bennmaradást a divíziójukban. Az U20-as magyar fiatalok, itt pedig Brady be a kapu elé. Rajna veti rá magát a korongra, amelyet előtte sikeresen megállított. 3,5 perc már el is telt a harmadik harmadból. Egyelőre nincs válasza az újpestieknek a két gólos ferencvárosi vezetésre, sőt, inkább a Fradi veszélyesebb, és támad többet. De ha valamikor nem mindegy a gólkülönbség, akkor az most. Laporte, Brady korongja után, ugye említettem, hogy párharc két meccsének összesített gólkülönbsége dönt a továbbjutásról. És arról is volt szó, hogy micsoda gólgépezete van idén a Ferencvárosnak. Szépítenek az újpestiek. Eddig azt mondtam, hogy nincs válasza egyenlőre az Újpestnek a két gólos ferencvárosi vezetésre, hát megjött. Lákkonen, ha minden igaz. Akkor, amikor pont arról beszéltem, hogy mennyit számít a gólkülönbség itt a Magyar Kupa két meccses párharcában, akkor nem, hogy újabb ferencvárosi gól jön, hanem újpesti szépítés. Lássuk be azért picit a semmiből. Tiele hátra a buli után. Ha nem semmi bemutatkozás ez a 41 éves Janne Lakkonentől. Rögtön az első sorban az Újpest finn sorában kapott lehetőséget, és rögtön élt is vele. Ugye azért azt tudjuk, hogy a előző előtti világbajnok Finnország óriási hoki nemzet, és azért ott jócskán találni olyan játékost, aki még 35-40 pluszosan is megállhatja a helyét az Erste Ligában. Ugye emlékezhetünk arra, hogy tavaly volt a Ferencvárosnak is két 36-37 éves finn támadója, Matias Sointu és Jari Sailio személyében. Most Janne Lakkonen képviseli a finn rutint az újpestieknél.
És bármi lehet még ezen a találkozón, hogyha most vérszemet kapnak az újpestiek. Márpedig Kovács Alex vérszemet kapott, és megpróbálta átfűzni magát két ferencvárosi között. Ez pedig azért nem sikerült neki, mert csak szabálytalanul sikerült őt megállítania. Az egyébként túl sokat nem szabálytalankodó Crespinek, úgyhogy hát lehet azt érezni, hogy azért a ferencvárosiak sem számoltak itt a helyzetek és a játék képe alapján ezzel a góllal, mert most azért némi zavart lehet felfedezni hazai oldalon a sorok között. És akkor a mérkőzés második újpesti emberelőnye, az elsőt ugye kivédekezte a Fradi. Még az első harmadban Nyemec kiállításánál óriási nyomást kapott akkor a kapujára Arany Gergely. Most blokkolják közös erővel a Fradi játékosai Kovács Alexet. Szarelainen le az alapvonal mögé, kapja vissza. Keresztbe föl. Just ellövi, van kipattanó. Nakié lesz a korong, a Fradié sikerül kiütni. Értékes másodperceket nyer most Kulmala, el is megy cserére. Jöhetnek újra az újpestiek, fél perc, sőt 40 másodperc eltelt már Crespi kiállításából. Just hatalmas lendülettel, kis Patrik, Just kapja vissza. Szarelainen egy tiszteletkör után. Nyquist be a kapu elé. Aranyról kijön. És le az alapvonal közelébe. Just. A bedobó körön belül vissza a kékre Nyquisthez. Kapáslövésre Szarelainennek. Nem találta el jól az újpesti játékos. 40 másodperc még a kiállításból. Szarelainen. Ez elakad hazai ütőkben, és így sikerül kivágni, újabb lélegzetvételhez jut a ferencvárosi ember hátrányos egység, és már csak fél perc van hátra Crespi kiállításából. Ferencvárosi szempontból kulcsfontosságú lenne a végkimenetelt nézve kivédekezni ezt az ember hátrányt. Silver lövésre, van blokk! Hősies bevetődés volt Borostól. Nakié lesz a korong. Kihozzák az újpestiek, de ezzel is eltelt jó néhány másodperc. Silver tovább. Lakkonen. Bele tudnak érni a mieink, és így letelik Crespi kiállítása. A második újpesti emberelőnyt is sikerült kivédekezni a mérkőzésen. Abból viszont lehet még egy vendéglövés. Van is, elakad a blokkban. Egy pillanatig nem tudták a játékosok, hogy hol a korong. Arany gyakorlatilag vállaltolta ki ezt a korongot. Át a kapu fölött, az alapvonalon túlra. Nem sikerül kihozni. Nagyon veszélyes helyen eladott korong. Óriási lehetőség volt ez az újpestiek előtt, hogy egyenlítsenek. Silvernek meg lehet köszönni, hogy kihagyta. Hát itt most komoly nyomást élt túl a Ferencváros az elmúlt percekben. Emberhátrányban és egyenlő létszámnál is. Azért, ha így marad a mérkőzés, akkor elgondolkodhatnak majd a ferencvárosiak, hogy mennyire kár érte. Ott 3-1-nél olyan nyomást tehettek az újpesti kapura, hogy mérkőzés, sőt, akár a párharc is eldőlhetett volna a helyet. 3-2, és egy egyenlítésért kőkeményen küzdő Újpestet kell valahogy visszatartani még 11 percen keresztül. Rajna, Tornyai. Majdnem elveszíti, Kocsis támadta le nagyon mélyen. Just. Benk indul érte, Marva sokkal előnyösebb helyzetben. Benk mégis oda tudott aztán érni. Nem túl frissek most a ferencvárosiak. Kissé érthetetlen módon. Akkor, amikor éppen arról kezdtem beszélni, hogy a gólkülönbség sem mindegy, és hogy ha valamikor számít, hogy a ferencvárosi támadó gépezet mennyi gólt hoz össze, itt lehetett volna az újabb Banga passza után. Buli az újpesti zónán belül.
Elhozzák a vendégek, Nyquist. Elveszíti, ez így még veszélyes lehet! Rajna! Mekkorát védett! Laporte lőtt azonnal a kapu mögül visszakapott koronggal. Nagy helyzet volt, és Turbuc visszafelé korcsolyázva úgy szúr bele, hogy a vendégek játékosa nem kaphatta meg. Ez is nagy mentés volt. Ez meg nem megy el tilosig. Nyquist át a túloldalra Silfvernek. Elveszítik a vendégek. Kermenémi próbálta úgy bevinni a harmadba, hogy kiérjenek a többiek. De becsorgott a korong hamarabb, mint ahogy a ferencvárosi játékosok elhagyták az újpesti védekező zónát, úgyhogy így les lett. Megint a vendégeké a korong a buli után. Franyó. Kulmala csap le rá, meg is szerzi, kezdti le, nem találta el a kaput. Ez sem volt veszélytelen, most érzi a Ferencváros, hogy rá kell kapcsolni, hoppá, de aztán utána Nyemec akad össze ott az ellenféle Franyóval, ha minden igaz. Megy az adókapok, többen is beszállnak. De legtöbben csak szavak szintjén itt. Nyemec volt az, aki küzdött a korongért a kapu előtt, és keveredett Franyóval nézeteltérésbe. Kérdés, hogy lesz-e ennek még folytatása? Ugye újpesti oldalon ott van Pokornyi, aki nem rest. Akár azok a párbajokba is beszállni. Boroslő mellé. Ferencvárosi oldalon két kemény legény is hiányzik, ugye. Hoppá, az pedig becsorog aranyon túl. És a gólvonalon túl is. Egyenlít az Újpest. A harmadik harmad 11. percében. Egy lendületes kontra. Egy lövés, és már-már úgy nézett ki, hogy arany védeni tud, de átperdőt rajta. És a hálóban kötött ki a korong. Metszaványi jó. Hát erre nem nagyon számított senki ferencvárosi oldalon azután, ahogy a második harmad véget ért. Három-három. Komoly feltámadást produkálnak a lilafehérek itt a harmadik harmadban. Tényleg ahhoz képest, ahogy a második játékrész végére kinézett a játék. De hát azért ez bőven köszönhetik a Ferencvárosnak is, amely eléggé visszavett ahhoz itt a harmadik harmadra. Kissé érthetetlen módon, hogy teret engedjen ezeknek az akcióknak. Kocsis. Nagy Gergőnek vissza kissé pontatlanul, Kocsis vissza a kékre, az jó, Crespi! Német beleér, még ő! Aztán kihozzák a vendégek, ez sem volt kis lehetőség. Kis Patrikhoz nem jut el a korong, és Justhoz sem. Német üti be, Banga még megy érte, meg is szerzi. Krabál középre, Farkas, de jó helyen hagyta a mamutját Rajna, de ez sem volt elég. Farkas Simon a gólszerző, újra vezet a Ferencváros. Van válasza a Fradinak, megint van válasza. A második harmadban is volt, amikor szépített az Újpest. Farkas Simon nagyot harcolt az egész mérkőzésen, volt már korábban is lehetősége, és most egy Fradi szempontból nagyon fontos gólt szerez. Az FTC legrégebbi kerettagja.
óriásit védett az első kísérletnél. Rajna semmit nem láthatott, akkora forgalom volt a kapuja előtt, mégis nagyon jó érzékkel hagyta ott a mamutját a baloldali kapuvasnál. De a kipattanónál már ő is tehetetlen volt. Bangára közben fújnak egy kiállítást, úgyhogy újabb újpesti emberelőny. A harmadik a mérkőzésen. Kettőt kivédekezett a Fradi, igaz, hogy nagyon nagy nyomást kellett kibírnia mind a kétszer, úgyhogy ez most egy újabb egyenlítési lehetőség a lila-fehérek előtt. Micsoda kis mérkőzés keveredett ebből így. A második harmadban már úgy nézett ki, hogy magabiztos lesz a ferencvárosi vezetés. A drangadóhoz méltó izgalmak lettek itt a végére. Lakkonen. Metszaványi jónak picit hosszú, Hrabál ki is tudja szorítani, Marva pedig ki is tudja ütni. Egy 15 még a kiállításból. 7 perc a mérkőzésből. Annak ellenére, hogy döntetlen, ugye többször elmondtuk már. Ezen a mai napon nem lehet hosszabbítás. Les viszont lehet, és van is. Egy perc még Banga kiállításából. Nyquist hátra. Just. Kisnek hosszú, Just megy a saját korongja után be a kapu elé, Nyemecért hozzá. Így most ezt megúszta a Fradi. Nyquist bent tartja. Kis ellövi, Arany nem tudta megfogni, de kijön róla jó messzire. Visszaszerzik a vendégek. Sarelainen át a túloldalra. Van lövés! Aranyról kijön. Marad a korong a vendégeknél, marad a nyomás. Just le! A visszapassz eljut végül nagy nehezen Sarelainenig. Nyquist, Sarelainen át a túloldalra. Beleérnek ketten is. Just mégis el tudja lőni, Arany pedig nagyot véd. 8 másodperc még Banga kiállításából. Egyenlőre óriásit dolgozik, és jól dolgozik az ember hátrányos egysége a Ferencvárosnak ezen a mai mérkőzésen. Ez is döntő lehet. Sikerül kiütni, le is telik a kiállítás. Éppen Metszaványi jó ott állt a Fradi büntetőpad ajtajában, úgyhogy Banga azonnal összeütközött vele, ahogy igyekezett vissza a jégre. Arany pedig megfogja a korongot. Pokornyit kell onnan arrébb ebrudalni. Ment egy kicsit a szájkarate. A játékvezetőnek is akad megbeszélni valója Pokornyival. Na, kié lesz a korong? Crespié. Marva. Nagy Gergő, német, egy csel befelé, utána viszont megérkezett a nyakába még egy újpesti játékos, egészen pontosan Lakkonen. Marad a Fradinál a korong, Kocsis, nagy paszt akart adni, belelépett egy újpesti. Bán, Rajna véd, aki pattanó után ott marad a lehetőség. Bán lőhetett. Még mindig nem szabadul fel az újpesti harmad, most talán. Pokornyi indul meg óriási lendülettel, három ferencvárosi között a harmadik megállítja, Seregély.
Farkas Simon be középre. Egy csel befelé, és Rajnáé a korong. Banga indult meg nagy lendülettel. 4,5 perc még a mérkőzésből. 4-3-ra vezet a Ferencváros. Egy igen izgalmas derbin. Franyó elveszíti. Brady vissza. Kijön a harmadból a korong. Brady. Krabál vissza lövésre. Laport. Elsőre kijött Rajnáról. Másodszorra megfogta Rajna Miklós. 1-1 villanás elegendő ennek az emlegetett ferencvárosi támadó gépezetnek arra, hogy ott legyen a helyzet. Ha megszórni nem is tudták az Újpestet, de azért az ettől a csapattól idén átlagosan várható gólszámot majdnem hozták, hiszen lőttek 4-et, egy újpesti kontra végén pedig jön az egyenlítés. Ezt lehetett már látni, ahogy megindultak, hogy veszélyes. Saarelainen tisztán mehetett kapura, és ki is egyenlít. Igazából a kapott gólok száma az, ami ferencvárosi oldalon szokatlan. Tehát egyébként újpesti oldalon is, ugye, erről is beszéltünk, hogy az Erste Liga statisztikát nézve a két legkevesebb gólt kapó csapatról van szó, és most 4-4 szórtak egymásnak. Talán egy picit az is benne van, hogy azért nem dőlnek el egyből a dolgok. Lesz még egy mérkőzés ebben a párharcban, de minden esetre azért 3-1-nél. És akkor, amikor az újpesti egyenlítés után is volt válasz a Ferencvárosnak, akkor azért nehéz volt erre gondolni. De volt még az újpestiekben annyi szufla, hogy még egyszer kiegyenlítsenek. Bán szerez korongot az ellenfél harmadán belül, és az alapvonalról próbálta meg kapura tenni Rajna. Könnyedén hárította ezt. Óriási arc a korongért, vissza a kapu elé, Banga, elesik, ez kiállítás lesz. Így is van. Egy kés lehetetetje volt ugye a Fradinak. Illetve volt Pokornyi kiállításánál. Már egy ember előnye az FTC Telekomnak a második harmadban. Abból nem lett gól, a kés lehetetetből ugye Brady szerzett egyet. Azóta viszont itt a harmadik harmadban csak az Újpest játszott kétszer ember előnyben. Ez most viszont a remek ember előnyös mutatókkal bíró Ferencvárosnak egy nagy lehetőség arra, hogy végül csak behúzza a győzelmet itt a kupa párbaj első összecsapásán. Krabál! Mekkora lehetőség! Gyönyörű csellel hozta magát lövő helyzetbe József Krabál, és Rajna nagyot védett. Laport! Kezdti le! Laport az alapvonal mögött. Brady közelebb lopózik, az neki már lövőtáv leteszi. Laportnak megvolt a háromszög, nyemec bele a blokkba. Ezt a figurát rengeteget alkalmazza ember előnyben a Ferencváros. Laport lecsorog a korong, nem tudott nyemec beleütni már. Brady. Odaérnek hozzá, nem tudják kiütni a vendégek egyenlőre. Most igen. Nagy bravúrral bent tartja Kestile. Eltelik az első perc az ember előnyből. Belül az utolsó 2 percen a mérkőzésen. Kestile. Krabál.
Kestile át a túloldalra. Brady ellövi. Rajna. Nagyon komoly csuklója van Adam Bradynek. De ez sem vezetett eredményre. A buli után marad a Ferencvárosnál, a korong marad a nyomás az újpesti kapun. 35 másodperc még a kiállításból. Crespi lőtt, nem talált kaput. 20 másodperc még, Nagy Gergő le az alapvonal mögé. A visszatett korong után Nagy Gergő! Ki más, mint a csapatkapitány? 5-4 a Ferencváros javára, és innen már nagyon kevés ideje van az Újpestnek arra, hogy visszajöjjön, hogy még egyszer visszajöjjön. Megcsinálta megint a háromszögelést a Ferencváros. Kulmala nem lőtt, hanem le az alapvonalra, onnan jött vissza a passz. És megint nem Rajnán múlott, aki megint védett egy nagyot, és utána a kipattanó követően megint tehetetlen volt. Nagy Gergő, a Fradi kapitánya, a legjobb korát a legjobb helyen, és ezzel valószínűleg megszerzi a vezetést, illetve hát a vezetést biztos, hogy megszerzi, valószínűleg megszerzi a győzelmet. A két meccses kupa párharc első találkozóján. Biztos, hogy végig fogja még nyomni ezt a 40 másodpercet az Újpest, de azért ugye, mivel nagyon sokszor elmondtuk, hogy a gólkülönbség számít a két meccses párharcban, arra ne számítson senki, hogy lehozzák a lilák a kapusukat, nem fogják. Mert ha kapnak esetleg egy üres kapus gólt, az is beleszámít. Egyáltalán nem mindegy, hogy az első meccsen egy vagy két gólos vereséget szenvednek. Itt nem éri meg ez a fajta kockázat. Nem úgy, mint a liga mérkőzéseken. 5 másodperc még, Silver eltöri. Lesz-e még lövés? Van még lövés, Lakkonen! Viszont a ferencvárosi blokkról lecsorgott. Ez pedig azt jelenti, hogy az FTC Telekom 5-4-re legyőzte egy remek kis mérkőzésen az Újpest együttesét, és előnnyel várhatja a Magyar Kupa párharc január közepi visszavágóját. Az első harmad nem hozott gólt, a második játék részben egy egyenlő létszámban szerzett és egy késleltetett emberelőnyös Brady góllal kettővel elment a Fradi. Kovács Alex egy kontra végén szépített, Bán egy remek szólóval visszaállította a két gólt, aztán utána viszont az Újpest komoly feltámadást mutatott a harmadik harmadban, és Lakkonen, az Újpestben ma bemutatkozó Lakkonen, valamint Metszaványió révén ki tudott egyenlíteni. Aztán Farkas Simon góljára is volt válasza a liláknak Sarelainen révén, de a végén stílszerűen Nagy Gergő fejezett be góllal a Fradi kapitánya egy emberelőnyt Pokornyi kiállításánál, ez pedig azt jelenti, hogy végül csak megnyerte a Ferencváros 5-4-re hazai pályán a derbit. Ez pedig azt jelenti, hogy egy gólos előnnyel várhatja majd a Magyar Kupa visszavágót. Holnap folytatja mind a két csapat az Erste Ligában. A Ferencváros itt a Tüskecsarnokban a DVTK ellen játszik, az Újpest pedig a DAB együttesével csap össze, úgyhogy sok pihenőideje nem lesz a csapatoknak. Ezeket a mérkőzéseket viszont már nem itt a Fradi Media YouTube csatornáján, hanem a hagyományos helyen, az Erste Liga TV-n követhetik majd nyomon a szurkolók. Én a mai napra megköszönöm nézőink megtisztelő figyelmét. Kollégáim nevében a végeredménnyel búcsúzom. Soha rosszabb derbit. FTC Telekom UTE 5-4, egy gólos előny a kupa párharcban tehát a Ferencvárosnál.
Boldizsár Mártont hallották. A viszontlátásra, viszonthallásra jó éjszakát! Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
unlikely. I do it like I'm at my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Lássuk. Glöckler az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Narevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckler meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Like I'm at my Nikes, don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. We'll be right back.
Lássuk. Glöckner az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckner meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? Lássuk. Glöckner az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöckner meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?
athlete. I do it like I'm in my Nikes. Don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Quitting was never an option. Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Narevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül? I'm in my Nikes, don't make excuses, they never excite me. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it, quitting was never an option. Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted. And you cannot stop it, nah, you cannot stop it. Quitting was never an option.
Lássuk. Glöcker az utóbbi 5 meccsét nyerte. Viszont Marevicsnek jobban fekszik a salak. Megfogadom győztesnek. Ó, mondjuk a szervái nem túl jók. Glöcker meg egyre jobb. Ajaj. Ajaj. Kiszállok, mielőtt megfordul az eredmény. Fogadja megújult Tipmix Pro-n, ahol az azonnali kifizetéssel akár a meccs vége előtt kivelheted a nyereményed. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya. Gyermekként sokat ábrándoztam arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Baleréna, színésznő vagy üzletasszony. Anyám azt mondta, a lényeg, hogy szeressem, amit csinálok. Megbecsüljenek és hasznára legyek az embereknek. Megfogadtam a tanácsát. Tudom, hogy fontos, amit teszek. Gondolt már arra, hogyan lesz mindig tisztaság körülöttünk? Mi lenne velünk takarítók nélkül?